Éjjó, üdvözlök mindenkit, ez itt a Kék Óceán Podcast következő epizódja, és ma is itt van velem egy vendég, vagyis hát ez bonyolult, mert a második vendég az tulajdonképpen két személy. Szóval üdvözlöm itt a stúdióban a Polát. Éjjó. Szavaztok. És név szerint is bemutatkozhattok, hogy a hangot tudják hova tenni az emberek. Akkor kezdem én vagyok a nagyon szép, mély hangú fiatalember, viccelek. Én Pribelszky Norbi vagyok, a Pola egyik fele. La. Én pedig Pó, Tóth Marci vagyok, szasztok. Pó, mint a Teletubbiekben, nem? Pó. Meg Lala. Lala, te vagy Dipsy. Eskü nem innen jött az ötlet. És ha így pár szóba bemutatkoznátok, hogy aki még soha nem hallott volna a Poláról, ha még van ilyen, mit kell tudnia róla így pár mondatban? Hát, jó zenét nyomunk. Maga a Pola az 2018 júniusában debütált, de hogy akkor igazából Polaroid néven és hárman voltunk. Volt még egy leányzó a csapatban. Egy teljesen más vonalon indultunk el, és igazából a 2018 december volt az, amikor már Pola néven, és már ketten, és már ebben a műfajban debütáltunk a Nem Érdekel című dalunkkal. Úgyhogy ez most volt hány éve? Most voltunk nemrég két évesek. Ja. Wow. És most elég sok fotós hallgató van a Polaroidnak, van bármi köze a... Nincs. És egyébként hogy jött Polaroid? Mm. Na jó, mondjuk el a trút, szerintem. Jó, szerintem is. Mondjuk el a trút, igen, ez a Polaroid fényképezőből indult. Aztán ugye változtattunk a nevem, mert nyilván egy népszerű márkának a nevét nem szeretnénk fölvenni, ez kb. Olyan lenni, hogyha az nem, Chanel, az meg valami. A színpadon a Gucci. Igen. Ja, bocsánat, azt megkérdezem, hogy egy-két ilyen káromkodás, amire nem figyelünk oda, és kicsúszik, ja, hát az esetben nincs, ugye? Maradhat, jó. Kötetlen. Bazd meg. Már az elején. Jó, semmit tudok. Hát arra gondoltam, hogy így egyesével is végigvehetjük az életutatokat, amik így érdekesebb mérföldkövek, így egészen a Poláig, és akkor a Polánál meg így összegezhetjük az egészet. És arra gondoltam, hogy kezdjük Marcival. Persze. Jó. Lefekszoljatok majd, jó? Alszok egy kicsit. Nem lesz hosszú. De egyébként te is. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Te is közbeszólhatsz, ha van valami, ja, amit jobban tudsz, mint mi. Nyomjuk közösen, ne vonjuk el. Annyit még mielőtt elkezdjük, azért azt hozzá kell tenni, hogy így a Marcinak én nem csak a zenész társa vagyok, hanem valamilyen szinten a titkárnője is. Mert hogy a csávom az tényleg azt se tudja, hogy hol áll a feje, és... Sok minden van. Ha nincs sok minden se. Úgyhogy általában én vagyok az, aki mondom neki, hogy oké, akkor most neked ezt kell, meg ezt kell csinálnod, még úgy is, hogyha nekem közöm sincs a dologhoz. És ingyen meg. És ingyen van. Nem tudom, hogy ez nekem miért éri meg. Nem tudom, csinálod, és ez jó. Sírok. Akkor tulajdonképpen te tartod egybe a Polánt így. Nem. De ilyen... Nem, a Marc magánéletét. Az életem. Logisztikai szinten akkor igen. Logisztika, hát igen, Norbi azért jobban tud ebben, több figyelmet fordít rá. Nekem odáig érdekes a sztori, ameddig bent ülök a stúdióban, onnantól kezdve már, hogy mi történik, az rá van bízva az életre és Norbira. Ja, hát az első kérdés, amit így felírtam, hogy honnan jött a zene, erre sokan szoktak ilyen nagyon jó közhelyeket dobálni, hogy ez az életem, így születtem, meg ez az életem, meg ilyenek, de ha valami van ilyen kézzelfogható sztori. Hát figyelj, nekem az egész családom zenész. Wow. Klisé. De tényleg, az egész családban mulató zenészek vannak, de nálunk ott vidéken Szabolcsban ez nagyon, nagyon, nagyon menő cucc. Oh. Ilyen esküvőkön, én is szintetizátoron kezdtem el, tehát a Rendőr bácsik, ne bántsatok engem című nóta, az még mai nap. Ide elém rakna egy szintetizátort és lenyomnám. Tehát akkor ilyen szóval, ja, adott volt az egész, hogy ez így hát, úgy is jön. Igen, ez egy igen. Lényegében igen. 6 évesen vagy 7 évesen kezdtem el zongorát tanulni, szóval ja, így nem nagyon érdekel semmi más. Ez vagy két opciót, hogy vagy űrhajós leszek, mert az is nagyon vonzott, vagy a zene, és akkor hát maradtam annál, ami... De figyelj, azért még nem vagy elkésve. Igen, még lehetek názás. Én látok esélyt rá. Náza? Persze. Jó. Koncert a Holdon. Ja. Hát siván. És akkor hangszeren is játszol tulajdonképpen. Igen, igen. És csak egyen, a zongorán? A zongorán, vagy? Meg gitáron. Wow. Gitáron. Hát király. Ja. És ilyen zenészsuli, vagy éneksuli, vagy ilyesmi papírod az... Zenesuliba jártam, sulin belül voltam zongorán. Oh.
de igazából nincsen nekem papírom arra, hogy én... Tehát lehet, hogy most fúkam az egész. Persze, hogy fúkam az egész, nem is tudok zongorázni, de jaj, ilyen papírom nincsen. Meg azért kiemelném a 2002-es Ópusztaszeri Triangulum világbajnokság második helyezettel, második helyezést elért díjadat. Ja, igen. Azért. Hát sok ilyen van, csak ez, nem szeretek menősködni, sírok. Nem az asztalom. Jó, hát akkor ugorjunk is, mert itt kb. Amúgy ilyen fekete folt volt nálam is, hogy mi történt ezután, miután megszülettél, és miután itt vagyunk. Szóval, hogy volt egy X-faktor. Nem véletlenül, tudom, nem beszélek magamról. Hát igen. Ja, volt egy X-faktorom vidékről. Föl, na mit mutogattuk? Ja, hogy megy a felvétel. Ja, a számláló pörög, az a lényeg. Csak tudod, annyira unalmas, hogy megállt a program. Hát ja, figyelj, jelentkeztem a faktorba, és hát nem én jelentkeztem, hanem rám sózták, hogy jelentkezzek az osztályfőnököm. Ja, megnyitott az xfaktor.hu, és fölhívott, német órán voltam, és fölhívott infórára, mert infótanár volt. Följött, és ott volt előttem a jelentkezési lap, hogy Marcika, mi a személyigazolvány számot, tudod? Ja, aztán úgy kerültem föl, volt egy csomó előválogatóm. És ezt tudod, hanyadik X-faktor volt? Negyedik. Olá Gergő győzelme után. Oho. Mert én ott már a másodiknál kb. Elvesztettem a fonalat. Én akkor rajtam abba, amikor megláttam a Marcit a téve, kinyomtam, azóta egy adásra láttam. Én is vagyok az a barátok közt. Én se, azóta nem nézem, mióta benne voltam, tudod. És egyébként az tévhit, hogy meg van rendezve? Vagy ilyet nem lehet mondani? Benne van a szerződésben, hogy nem mondhatod el? Figyelj, az az ember vagyok, aki nem volt szerződés, nem tudom, figyelj. Ilyen, hogy megrendezve, szerintem nincs. Maximum azt lehet elérni, hogy az emberek megszeressék azt, akit éppen. Aha. Tehát, hogy jó, nyilván. Beszélhetnénk erről órákat, de nem tudom, mindenki bízza. És elvileg... Saját agyára, hogy hogyan működnek ezek. Hát valami biztos van. Valami van. Persze. De... Persze. És elvileg te ott találkoztál így a médiának ezzel a sötét oldalával, amit nem is akarok így kibontani, mert ez egy vidám adás. Igen. Szóval, ha így a pozitívumokat, hogy milyen pozitívumokat hozott így az X-faktoros szereplés tulajdonképpen, hogy hát, van-e ilyen, hogyha történt ilyen? Hát mondjuk az, hogy a vidékről föl tudtam kerülni Pestre, elkezdtem tudni csinálni az életemet itt fent, az mondjuk egy pozitívum szerintem. Nyilván adott valamit, amit a mai nap már egyébként egyáltalán nem érzek, hogy ez bármilyen boostot tett volna az életembe, de hát akkor nyilván, tehát ez egy tök jó ugródeszka volt. Nyilván max az tényleg, hogy felkerülhettem Pestre, és megismertem a zenészkörökben olyan embereket, akikkel mai napig tartom a kapcsolatot. Igazából ilyen, tehát ilyen kapcsolatrendszer építés, kapcsolatépítés szempontjából szerintem úgy volt pozitív nekem ez. Tehát akkor... Meg tapasztalatszerzés nyilván. Hát persze. Fölnőni. Meg felelősség, tudod, egy csomó minden. Hát mondjuk már a felköltözés alapból hoz egy ilyen. Hát igen, ezt egy családból kiszakadni egyedül, azért nem. Persze, tegyük hozzá, hogy vidékről feljutni, és itt elhelyezkedni, vagy boldogulni, azért nem egyszerű. Hát, ja. Hát persze. Az most se egyszerű, igen. És szerintem pár évvel ezelőtt sem. Persze, mármint, hogyha nyilván... neked nincs például szerintem az a műsor, meg nincs a tanárod, aki beírat, akkor lehet, hogy tök máshogy alakul minden, persze. És nem jössz föl, mert aztán persze. Más kezd el érdekelni. Persze, lehet én lennék most Tisza Szolgának a polgármester. Azért az is menő lenne, tesó. Gizni, nem? Persze. Ja. És egyébként azóta beszéltél ezzel a tanárral, aki így elindított ezt az egészet? Hát, alapból nagyon ritkán járok haza vidékre, és amikor haza is járok, akkor egy-két napom van, szóval szerintem egy másfél éve találkoztam vele. De hogyha van időm, akkor mindig beszaladok hozzá. Meg az a Grammy-nél majd így a nevét jobb, azért mindenféle, csak... Mindenféleképpen. Majd ott az első sorban nyomja, hogy én voltam. Én voltam. Én indítottam. Én nyomtam meg az entert. Csak hol a pénz? Hol a pénz? Ja. A jogdíj. Jó. Ja, úgyhogy ilyenek. És mi volt így az X-faktor után? Mert mi már az X-faktor után találkoztunk, de hogy még ott volt egy ilyen... Lukam. Egy ilyen mélypont. Kiesett 35 év. Fogalmas is, mi történt. Hát, mire vagy kíváncsi? De a mélypont után még írtam. Igazából arra a mélypont utáni időszakra, hogy kezdtél el feljönni, mert van itt nekem egy olyan, valamelyik interjúban mondtad, hogy a Margit szigeten zenélgettetek. Aha, hát az már, igen, az elég nagy ugrás. Az már más, az már a Tinder Randing Marcival. Az egy ilyen hat évet ugrottunk előre. De ja. Onnan folytassuk? Hát onnan folytathatjuk egyébként. Jó.
Hát hogy sok minden történt ott abban a hat évben. Azért voltam kint Görögországban másfél évet, énekeltem, zenéltem, angoloztam, meg ilyenek, meg hát nem tudom, mondhatok-e ilyet, füvesztem. Néha. Hát ha olyan országban voltál, néha, persze. Néha, tehát voltak ilyen problémáim sajnos, így az X-faktor után, ezzel nem tudom feldolgozni ezt a hirtelen, nem tudom, hogy nevezhetem annak, hogy siker, aztán utána a mély zuhanásban lefelé, és akkor barátom volt a Zöldi, nagyon sokáig, és azért kellett egy jó pár év, hogy azt lerakjam is. Hát amikor öregbe fogadtam a kutyámat egyébként egy 4 éve, 3-4 éve, azóta én full clean vagyok, előtte voltak az ilyen megbotlások, nem is szeretek erről beszélni, de hogyha már ilyen meleg hangulatban vagyunk, akkor úgy vagyok vele, hogy elmondom ezt is. Ja. Aztán voltam Görögországban, utána meg találkoztam Norbival, és azóta felfordul az életem is. Azóta minden rossz, valaki, így a lejtőn le. Igen. Azt hiszem, nincs lejjebb is. De van. Ismertem a Norbit, van bazd meg. Nagyon. Egyébként az ilyen, most így eszembe jutott, hogy ez egy nagy tendencia, hogy bárki megy egy ilyen show műsorba, tehát meg a Star X Factor, Csillag születik, akármi, és rengeteg előadónak van ott egy ilyen nagyon jó éve utána, és utána egyszer csak eltűnnek. Hát persze, hát köpködik a média újabb énekeseket, ezért nem. Szerintem nagyon telített a szakma. Alapvetően szerintem mind énekes, mind dalszövegíró, mind zenei producerből is egyre több van már, és szerintem lehet kurvára nem férünk el szerintem ebben a pici országban, hogy ennyi mindenki, tehát hogy vannak olyan emberek, akikről konkrétan tudom, hogy semmi adottsága nincsen arra, amit csinál, de mégis a mai technológia, tehát, hogy meg tudjuk azt csinálni, hogy az emberek szeressék, és hogy egy hallgatható verziót kapjanak abból a szarból, ami egyébként maga az ember. Hát persze, ez mindegyik szak. És az a, igen, és ez sajnos az olyan embereknek a kárára megy, akik most nem magam, tehát hogy nem magam akarom fényezni, de hogy egész életemet erre szántam rá, és sajnos az ilyen emberek miatt sokkal nehezebben járható az az út, hogy ki tud bontakozni a zenén belül, mert az a baj, hogy a laikus fül sokkal hamarabb befogadja az egyszerű dolgot, mint mondjuk a tanult zenészek, vagy képzett zenészek, amit csinálnak. Úgyhogy ez is egy rohadt nagy dolog szerintem így a zenén belül, hogy megtalálni azt a stílust, hogy egyáltalán ne pörgessük túl a zenét, ne gondoljuk túl a zenét, próbáljuk úgy tálalni, hogy ezt a laikus fül is, meg a átlag hallgatók is szeressék, még igazából rajtuk múlik az, hogy mi hanyadékok vagyunk ahol és merre. Hát persze. És meg... miért? És why? Meg hát marketinggel egyébként sok dolgot el lehet adni. Ne, hát ha valaki igen, azt 2020-ban jól, meg már igen, az dukál, hogy kinek mennyi forint van a zsebébe. Persze, hogy visszatérve azért így a tehetségkutatók nem hiába tűnnek el onnan az emberek, mert amíg nem jön a következő széria, addig nyilván hatalmas pénzzel és háttérmunkákkal tolják azt az előadót egy évig, majd amit tudnak, leszednek rólad, amikor jön a következő széria, akkor onnantól kezdve nyilván más helyeződik előtérbe, és az előző szériás túl hype-olt tagokat pedig úgymond magukra hagyják, és eltűnik mögülük az a háttér, az a pénz, az a stb. Úgyhogy ez a baj ezekkel. Nehéz utána fönnmaradni. Ja. Meg hát gondolom, akkor itt játszik az előbb igazából erre gondoltam, hogy játszik ez a lelki vonal is, hogy hirtelen mindenki ismer, aztán ugye szépen lassan elkezd fogyni az, aki úgy ismer. Az a baj, de ezt te tudod legjobban, érted, hogy hármunk közül te voltál egyedül tehetségkutatóban, hogy azért a csúcson kezded, valamilyen szinten, hogy ott vagy a legnézettebb tévéműsorban, hirtelen rajong érted az egész ország, és azért onnan már csak lefele van. Hogy nagyon ritka az, amikor onnan még tudsz fölfele építkezni. És nyilván fiatalon, 15-6 évesen, amikor te bekerültél, akkor annyira hirtelen érez az inger, hogy nem tudod feldolgozni, és minden, ami utána jön, ami lehet, hogy egy nagyon jó dolog lenne neked, ha nem lett volna a műsor. Csak ahhoz a szinthez, ahhoz a szinthez az már kevés, igen, és nyilván igen. Egy csalódás faktor lesz. Persze. Faktor, érted? Hát most mennyi X-faktor volt? Mennyi X-faktor? 10-11. Na, mondom, most akkor szorozzunk be 12, 120 csak az RTL klubban, amit 10 év alatt kitermelt. És akkor ezen kívül még az RTL-nek is volt több műsora, TV2 ez az amaz. Azért lement a TV2-n is jó pár, mit tudom én, milyen sztár, Rising Star, meg mit tudom, nem tudom, milyen tehetségkutatók voltak, ott is azért jó pár ember, tehát 200 olyan ember, aki tehetségkutatóban indul csak a 10 év alatt. 200. Ugye emellett ugye vannak olyan előadók, akik a YouTube-on kezdtek el haladni, vannak olyan előadók, akik nem kapnak elég figyelmet, és akkor próbálj alkalmazkodni, mert próbálj ebben haladni előre. Tehát, hogy szerintem
nagyon telítetted. Mondjuk a negyedét nem tudnám felsorolni. Hát nyilván, persze. Pont már ez már az, mint hogy... olyan értem, hogy negyed annyi előadót nem tudnék felsorolni, aki magyar. Szóval amúgy... nem a műsorokban, hanem úgy unblock. Úgy összességében. Persze. Meg amúgy, ami nagyon rossz, én olvastam pont a Bieberrel kapcsolatban, hogy amíg 18 éves korodig egy bizonyos homloklebeny nem alakul még úgy ki. Uh-huh. És hogyha te 18 éves korod előtt ekkora hírnévre, vagy sikerre, vagy bármilyen ingerekre teszel szert, nem fog kifejlődni az a homloklebenyi rész, aminek ki kell. És ettől lesz nem normális az értékrended, és ezért mennek külföldi világsztárok is bele a drogokba például. Uh-huh. Mert az a dolog, ami egy átlagembernek kifejlődik, az nekik nem, uh-huh. mert annyira fiatalon belecsöppentek, és annyira fiatalon érték olyan ingerek, amiknek nem kellett volna. Uh-huh. Úgyhogy érted, neked is lehetett ez a mélypontodnak a lehetséges, kiváltó oka lehetséges, amúgy. Lehetséges. Ja, ezt még nem hallottam, de... Ja, érdekel, én is. Ilyen formában is hallottam még. Tesó, mindent kérdezzetek. Dr. Pribelszky Norbert. Hoppa. De egyébként a Bieber azt csinált fura dolgokat így miután már betöltötte a 18-at. Igen, csak hogy éppen pont addig nem fejlődött ki neki, és hogy az már ott egy ilyen kifejletlen dolog marad neki örökre. Wow. Jó, hát nálunk is volt, tehát én is ilyen full gangsterből nyomtam például a X-Factor utáni Sztori Gálán. Ott voltunk, és... Hát ott felgyulladt egy poroltó. Úgyhogy nyilván elmentem, de azért ott voltam abban a blogban. És akkor most intézted, hogy soha többet nem fognak hívni. Nem én csináltam, viszont láttam, ott voltam. Tehát hogy az a társaság, akik kicsit nagyon beiszogattak, azok hát jobban voltam velük. De gyorsan leléptem. Tehát lényegben nem én voltam, de ott. Ja. Léci, hívjatok Sztorikálára. Léci, jó gyerek. Bár csak hallgatnák azok, akik ebbe döntenek a podcastot. És elintézzük, ez már hírérték. Jó, hát. Megvan a tettes. Két olyan dolgot mondtam, amit soha. Már látom egyébként a Blik címlapot. És csak a szalag címeket látom. Poláig gyújtogatnak a Sztorikálára. Poláig nem voltam a koson kezeimen. Hát ez már a médiára van bízva. Ja, akkor még a végén én is ott sehol nem voltál, amikor én már sztár voltam. Hát fiainak azt hiszem, is voltam. Azért normális emberiskolában. Nagy tervekkel, álmokkal. Ugye. Aztán ez lett. Azóta világ kiölte. Ja. Ja, hát most itt ülök a podcastedben, ennyi. A legalja. Ne. Na, a következő, amit felírtam, az a Dérhen is projekt. Arról nem tudom, hogy mennyit lehet beszélni, mert igazából mi ott találkoztunk először. Ja, én azt hittem, hogy a legutóbbi daláról beszélgetünk. Ja, nem, ott még nem tartunk. Nem mondom, hogy ugrálunk itt az időben. Igen, hát mi a... 2022. Ez egyébként talán 2018. Hát lehet, szerintem hogy még hamarabb volt az szerintem. Hű, hogy telik az idő? Nagyon megy az időjárás. Igen, hát mi ott találkoztunk először, és ott... Ott. És nagyon menő képeket csináltál róla. Na hát ott még például, ott még benne voltam ebben az űrös cuszliban, amit az előbb meséltem, amit nem akarok még egyszer. De ja, de ott még. Még elég el voltam csúszva, fogalmazzunk így. De hát, szerintem ezt te is észrevetted, nem? Tehát, hát úgy nagyjából igen, amúgy. Igen. Hát mit mesél, mi nem tudom. Volt egy ilyen, nem is tudom, tehetséggondozó. Tehetséggondozója, ahol megkerestek, hogy a stúdió felvételeket, meg az éneki részét vállaljam el, és igazából ennyi volt, ott találkoztunk, tehát voltak a srácoknak ilyen cover hanganyagokat kellett fölvenni, és ott én voltam az asszisztens, úgymond. De ez egyébként egy tök jó cucc. Jó cucc volt. Egy jó melónak hangzik így kívülről. Egy tapasztalatszerzésnek nagyon jó volt, ahhoz, amit ma csinálok például. Van még egy olyan kérdés, amit így felírtam, bár ez lehet nem annyira érdekes, hogy buddhista vagy-e? Nem. Jó, még nem. Ezt megválaszoltuk. Gyakorlom a vallást, szerintem nem vagyok az. Viszont nagyon érdekel, nagyon kapirgálom a felszínét. Jó, hogyha valaki csak hallgatja, azt mondjuk el azért, hogy van egy hatalmas buddha tetkó az alkarodon. Igen. Nem random jött a kérdés. Ezért van felírva. Igen. És van-e olyan nap, amikor te nem dolgozol, amikor így chillezel? Mert ahogy így talán amikor találkoztunk, akkor is ilyen időszak volt, hogy kb. Mindig, de most is, ha találkozunk és beszélgetünk, akkor kb. Minden nap nyomsz valamit, tehát hogy... Alapból én, amit csinálok, azt nem úgy mondanám, hogy meló, mert imádom csinálni. Ja, hát persze, tehát, hogy nyilván. Nagyon sokat gyakorlok a mai napig, tanulok, hogy fejlesztem a tudásomat. De egyébként, ja, minden, hát figyelj,
például tegnap vasárnap volt, és tegnap is kint voltam a stúdióban, és éppen masztereltem egy dal, szóval... Akkor tulajdonképpen nincs olyan nap. Hát most elég messze van a stúdió, úgyhogy ugye nagyon rá kell vennem magam, az egy héten egy, max. Két nap, amikor azt mondom, hogy nem megyek be, de akkor is általában bemegyek, csak nem időben, nem reggel, hanem valamikor délután beszaladok. De jó, nyomatom. Úgyhogy így jó, hogy külön van, mert akkor tudsz már egy ilyen dedikált időt adni a munkának. Igen, igen. Tudod, az van, hogy elindulsz, és akkor oké, most akkor muszáj csinálod, hát nem az, hogy otthon, már sokáig otthon voltam, és azért nem volt jó. Tehát így zenélek, és mellettem a PlayStation, és akkor tudod, egy perc múlva már ott fekszem hát a kanapén, és nyomatom. Ja, hát szóval néha nehéz ez a balansz, de akkor így ezek szerint ez most segít. Igen, igen. És voltak még itt a tetoválások felírva a kérdésnek, hogy van-e olyan, amiről érdemben mesélné le? Nem tudom. Figyelj, nagyon családcentrikus a tetoválásom. Van minden, ami szinte rajtam van. Igazából családfa. Ja. Család és a nyugalom és a buddhizmus, amit kapargatok a felszínen. Az a baj, mondanám azt, hogy az vagyok, de nem vagyok az, mert nem úgy élek. Próbálok, de nem van nehéz. Hát mondjuk már az is elég, ha tanításokat, meg ezeket így... Próbálom alkalmazni, igen. Legfőképpen a zenében próbálom alkalmazni egyébként. Az életben nehéz. Hát, nagyon. Igen. Hogy még mindig zenben maradjál, és ne úsz fel magad a hülyeségeken. És neked, Norbi? Nekem mi? Bármi olyan tetoválás, ami... Figyelj, én ilyen pinteresztes fiú. Én pinteresztes fiú, nem. Nálam a tetkók azok sose voltak olyanok, hogy kitalált, na ez fogja jelenteni, és én most megfejtem a dolgokat. Igazán, ami tetszik, én azt kinézem, és utána megnézem, hogy ennek a szimbólumnak, vagy egy adott bárminek van-e jelentése. Nyilván, hogyha rossz jelentése van, akkor nem varratom magamra, de általában mindegyiknek a jelentésébe lehet találni párhuzamot az életemmel, vagy amit képviselek, úgyhogy van jelentése, de közben mégse. Aha, mondjuk ez is jó. És ilyen nagyon divat tetkó, vagy nagyon ilyen, vannak tudod ezek a minták, amik így benne vannak a katalógusban, és akkor minden harmadik emberen rajta vannak. Olyan gondolom nincs? Van egyet benéztem két éve. Van egy, itt a kézfejemen van egy fecske. És én azt kinéztem amúgy Pinteresten, vagy valahol neten, megtetszett, tök jó, nem láttam ilyet senkin. És aztán mielőtt magamra varrattam, már előtte megláttam, hogy ez egy Shawn Mendes tetoválás. Úgyhogy igazából csak pár milliárd ember ismeri. De akkor már annyira megtetszett, hogy úgy voltam vele, hogy amúgy leszarom. Jó, de akkor ilyen katalógusból kinézős nincs. Akkor ez csak egy ilyen véletlen nincs, volt. Nincs, hát igazán szerintem mindenki azért internetről nézi az ötleteket, mert nyilván nekem is van egy koncepció, hogy nem tudom, szeretnék egy mikrofont, akkor beírom, hogy mikrofon tetoválás, nyilván nem így, de hogy akkor kidob képeket, és onnan tudok keresni olyat, ami nekem dizájnba tetszik. Szerintem ez a Buddha is, tehát hogy ez is egy kész valami volt, tehát hogy azt rakták rám. Már meg nem tudom mondani, hogy hol láttam, vagy lett-e változtatva rajta valami, de jó, ez is például netről van. Meg sok minden, tehát mindenki netről nézi. Persze, az a baj, hogy most nyilván találni egy olyan embert, aki neked ezt megrajzolja a te elképzeléseid alapján, és aztán meg van pofád azt mondani, hogy baszki, ez nem tetszik így, mert fejbe jobbnak tűnt. Van ilyen, érted, hogy szerintem sokkal egyszerűbb az, hogy megnézek 10 000 Buddha tetkót, és akkor ú, ez tetszik. Na ja. Vagy bármit. Ja. Hát persze, nyilván. Na, hát a következő Zsutha. Kérdés, ami Kutha. Még szintén így a zenére is egyébként mindkettőtöket érint most már így, mert hogy mindketten adtok, vagy írtok másoknak dalokat, ha csak mondjuk csak beatet, vagy szöveget, vagy teljes komplett dalt. Yes. És milyen érzés kiadni másoknak a gyereket? Saját szar. Dalt. Igen. Szar, bocsánat, hogy belekezdem, szar. Én pont ezen gondolkoztam tegnap, hogy nyilván elkéri az ember az árát, de hogy ezeknek amúgy meg nem lehet árat szabni. Hogy ennek bármennyit fizetnének, akár egy dallamszövegért, vagy egy bármiért, beatért, vagy egy komplett dalért, nem tudsz erre olyan árat mondani, ami valós. Mert valamilyen szinten ez a te művészeti értéked. És nagyon sokszor járunk így, hogy másnak könnyebb bírni, mert elengedjük az egónkat. És nagyon sokszor fáj a szívünk egy-egy dalért, igen, vagy külön-külön, vagy együtt. És ez nehéz, mert nyilván az a pénz meg nem ér annyit, hogy nem tudom, ez egy ilyen hülye helyzet, de közben meg szeretjük csinálni, és tök jó kihívás. Persze. Hát mondjuk, hogy kikapcsolod az agyadba már egy idő után, hogy megírtál x10 dalt másnak, utána már nem érdekel egyszerűen, csak beleteszed a maxot, és tudod azt, hogy ezzel a saját magadnak is adsz, mert meg fogják nézni, mert Magyarországon ez nagyon menő, hogy megnézik, hogy ki készítette, ki írta a szöveget,
kimixelt, kirakta alá a beatet, meg ilyenek. Tehát ilyen szem így is föl lehet fogni, hogy ez egy hosszú távon ez egy jó dolog lehet. Igen. Engem is rohadtul zavar, de volt olyan refréneket, meg szövegeket írtam basszus, hogy nem mondom, oda visszadom a lóvét, nem kell, tudod. De utána az ember nyilván elengedi meg. Meg azt is, hogy nem csak előadók vagyunk, se a Norbi, se én, inkább én inkább annak mondanám magam, hogy dalszerző és zenei producer vagyok, aki énekelget. Mármint, hogy én így a jövőben majd valamikor egy jó 10-15 év múlva azért, yeah. Szerintem mind a ketten leszeretnénk szállni majd a színpadról. Nyilván meg ez egy ilyen kiégős dolog, de dalszerzés az meg azért rosszabb távú. Igen, igen. Tehát, hogy megalapozzuk a jövőnket konkrétan, már amikor nem leszünk színpadképesek, tért fájás, meg minden lesz. Most már két gerincsérv játszik nálam, úgyhogy én már közel vagyok. Igen, igen. Úgyhogy gyorsan be kell futni, mert... Persze. Egyébként nem tudom, ismeritek-e Anonym MC-t? Fú, valami rémlik, kiskoromban emlékszem még, voltak ilyen PC klubok Orosházán, wow. És oda jártunk kodozni, meg ilyenek. Nem tudom, 300 forint volt egy óra. Te kodoztál? És ott volt, hát vagy csé, vagy valami vagy volt, inkább. De tudod, az is csak azért volt, mert minden barátom ment a PC-s boltba, és akkor nyilván nekem is ott kell hagyni, üljek már otthon. A fáradt rossz gépemmel, és ott folyton hallgattak valami Anonym MC jelen, vagy jövő, vagy jövő. De ennyit tudok a csávóra, hogy már dal sincs meg. Na, de egyébként pont vele beszélgettem így az elmúlt időszakban, és ő is árult régen alapokat, és most kérdeztem tőle pont, hogy vennék egyet, hogy van-e, és hát mondta... Most meg vagyok sértődve. Én nekem is egy kicsit szabadásom. Nem az, csak hogy így innen is jött a kérdés, hogy mondta, hogy nem fog eladni, mert hogy kurva szar, amikor el kell adni, és ott van, hogy ő is nyomna rá valami szöveget, vagy ilyesmi, és el kell adni. Szóval, hogy így... Hát ezt el kell engedned, mert el kell döntened magad, vagy akarod ezt csinálni, vagy nem? Ja, hát és ugye pont így a következő kérdés, az pont idevág, amit amúgy most már így érintettél, hogy nem szeretnék előadó lenni, talán mondtál valami ilyesmit, és egyébként most itt ki is fejtetted tulajdonképpen ezt az egészet, hogy miért nem. Mármint, hogy ugye te mindig így a háttérbe szerettél volna elvileg tevékenykedni. Kezdjük szerintem az elején, hogy eleve, amikor mi összeálltunk zeneileg, hogy ez egy projekt lesz. Ez úgy indult, hogy Marcika mondta, hogy ő nem szeretne előadó lenni, és nem szeretne énekelni, ő szeretne a producer lenni, megcsinálja az alapokat, stb. És utána hosszas könyörgés árán jutottunk el odáig, hogy akkor oké, és szerintem ez egy kurva jó döntésed volt azért. Köszi. Kár lett volna, ha nem. Ja. Most itt ülnék valami másik random csávóval, érted? Hamis gyerekkel. Mi vagyunk a Pola, fúj, te izé, nem tudom. Fúj. Nekem meg most éppen szabad időm lenne, járhatnám a világomat. De rossz a nekben. Fú, de rossz. De egyébként azt tudod, hogy nem tudom, végigolvastad a kérdést, amit, vagy a adásmenetet, amit így felírtam, de hogy azok az előadók szoktak amúgy nagyon durván befutni, akik nem akarnak. Hát igen. Tehát ha megnézzük mondjuk Szia példájom a felírva, azt hiszem ő volt az, aki ilyen nagy előadóknak szerzett zenét, és akkor egyszer csak így véletlen befutott. Hát, aztán... Bejön az a leszarom fázis náluk, tudod, hogy igen. Nem azért zenének, hogy befussak, hanem azért zenének, nem szeretem, és akkor ez átmegy. Hát persze. De így tök a sorsnak az iróniája, hogy aki nagyon-nagyon be akar futni, és mindent azért csinál, hogy befusson, az nagyon döcögősen megy, aki meg tényleg nem akar emberek előtt, meg nem akar celebeskedni, az meg így pak, befut egy... Kegyetlen élet hallja. Hát egyébként... Miért csinálja ezt? És egyébként még van egy olyan kérdésem, így az utolsó, ami így téged érint, mármint ugye csak téged, hogy művésznek tartod-e magad? De, nem tudom. Mondd, hogy igen, tesó. Kibaszott művészek vagyunk, mondd, hogy igen. Nem, igen, művész. Miért nem tartod magad művésznek? Tesó, nem szeretem ezt az önfényezést. De ez nem fényezés, hát... Megkérdezem, művész vagyok, Viktor? Megkérdezem tőled. Nem, én kérdezem tőled, tesó. Művész lélek vagy? Érdekel más a zenén kívül, és tudsz foglalkozni más dolgokkal nagyon? Vagy azon jár folyton az agyad? Nem. Ha művész lélek vagy, akkor művész vagy, mert csinálsz is valami művészetet? Ja. Akkor Viktor, tedd már fel neki még egyszer a kérdést. De nem, egyébként jó válaszolt, mert aki tényleg ilyen művész lélek, az nem tartja magát igazából annak. Tehát, hogy ez egy... De. Én ezzel nem értek egyet. Miért te művésznek tartod magad? Én művésznek tartom magam, mert valamilyen művészeti ágat csinálok, képviselek és szeretek. És szeretetből, szívből csinálom. Innentől kezdve akkor művész vagyok. De te sokkal, ahogy észrevettem, sokkal reálisabban látod egyébként a dolgokat. Tehát kettőtök közül
ő elvontabb. Inkább te vagy a reálisabb, és inkább Marci az elvontabb, a kicsit ilyen művészibb. Hát művészből is van elvontabb művész, hát meg kevésbé persze, elvont. Persze. De akkor megint csak oda lyukadunk ki, hogy akkor művész vagy, tesó? Tudom, hogy bazdmeg, adjál. Igen. Adjál a faszot. Marci azt mondta, hogy igen. Jó van, az vagyok. Akkor az vagyok. Megkapjátok a választ. Az vagyok. Te akkor nagyjából így Marciról ennyi infót gyűjtöttem ki. És akkor ugorhatunk Norvira. Hiszen itt is lesznek érdekes dolgok, vagyis hát számomra biztos, úgyhogy biztos mások számára is. Csak kíváncsi voltam, milyen a horkolás, kúra jó. Szóval itt nálad az első pont, amit én így gyűjtöttem, az a barátok közt, de ha előtte volt valami, bármi hogy érdekes, akkor jöhet az is. Hát figyelj, akkor kezdem ott, hogy én 12 éves korom óta kb. Színész akartam lenni. Wow. És én onnantól kezdve tudatosan a színészi pálya felé mentem, színjátszóra jártam, készültem már negyedik óta a gimire, a felvételibe, mert ugye a drámai tagozatos gimibe jártam, és oda is felvettek, ott is még mindig színész akartam lenni, és ott 11-dik bejött egy casting lehetőség, amit egy Diga Zsombor nevű rendezőnek a sorozatába kerestek szereplőket, ugye később ő rendezte az Arany Életet is, és ott egy ilyen háromfordulós castingon bejutottam igazából, és kaptam egy szerepet. Ez volt az Egy nyári kalandnak az első évada, és akkor ott voltam egy ilyen főbb mellékszereplő. És igazából az fajn dolog volt, és valamilyen szinten ennek is köszönhető a barátok közt, mert ott voltam még 15 évesen castingon, de ott így elkerültem simán az adattárba, Talomba, úgy voltam, hogy már nem is szólnak, és ebben a Duna TV sorozatban látott meg a castingos, és utána hívtak fel, hogy akkor lenne egy szerep. Tehát akkor ilyenek vannak, ez nem ilyen városi legenda, hogy meglátnak valahol, és akkor azt mondják, hogy ó, ő kell a sorozat. Ez tök jó amúgy. Ja. Ez ilyen Amerika. Majdnem. Pénzbe lett volna annyi. És ott a barátok közben meddig voltál? Hát ott úgy indult az egész, hogy ez egy hónapos szerep a karakternek. Én nekem az egy hónap le is ment, és amikor én leforgattam az egy hónapot, rá egy hétre került adásba az első rész, amiben én szerepeltem, és nem tudom, hogy ilyenkor ők milyen visszajelzéseket néznek, viszont az első lement adás után hívtak, hogy akkor ezen hosszabbítani kéne, hogyha akarok, én meg nyilván mondtam, gondolkozok, jó, és akkor ebből lett egy 3 év. Wow. Kicsit ráhúztunk, ja. És akkor neked tulajdonképpen ez volt így a csúcs, vagy... Mert azóta nem nagyon hallok ilyenről, hogy... Tehát azóta átvette a zene tulajdonképpen a főszerepet. Mm-hmm. Hát igaz, a zene az alatt jött, és amint nekem a zene az életembe jött, onnantól kezdve a színészet kurvára nem érdekelt. És egyébként dobott így ismertségi szinten például a barátok közt? Nyilván, hogy... nyilván, de azt érzem most az utóbbi fél évben, hogy sikerült leküzdenem ezt, hogy te vagy a barátok köztös gyerek, most már azért 95%-ban te vagy a Polából az egyik. Nyilván dobott, mert azért így a követőim felét azt hozta meg, nyilván hozott egy nagyobb ismertséget, de szerintem most már lassan ott vagyunk, hogy így ezt így felülmúltuk a zenével. Tehát akkor mindketten már túlléptétek ezt a korszakot, hogy az X-Faktor is túlvan lépve, a barátok közt is túlvan lépve, és akkor egy ilyen tiszta lap. Igen, valamilyen szinten szerintem ez motivációnk is volt azért mindkettőnknek, hogy a zenéről ismerjenek meg, és ne pedig az RTL szerepléseinkről. Volt-e olyan dolog, ami a barátok közben ilyen negatívan, vagy negatív hozadéka volt, ugye? Tehát akkor te is viszonylag így, bár neked mivel volt előtte szereplésed, így folyamatosan épült a karrier. Épült folyamatosan. Nyilván hozott egy ilyen nagy boom dolgot ez így ismertség szempontjából. Annyira negatív dolgok nem voltak. Nyilván nagyon sokan például azt hiszik, hogy a barátok közt a valóság, és azért rengeteg hülye talált be ezzel, hogy azt hitték, hogy ez a valóság, és akkor esetleg nekem beszóltak emiatt, vagy felkészítettek, hogy engem át akarnak verni, és akkor mondtam, hogy ok, kösz. De hogy annyira negatív dolga nem volt. Inkább ez, amit le kellett küzdeni, de hogy azon meg már túl vagyunk, úgyhogy már csak is szépen tudok visszaemlékezni arra 3 évre. Már egyszer mondtad amúgy, hogy a naívságodat azt lerombolta. Azt le. Igazából ott, bocsánat, hogy így fogalmazok, de ott növesztettem faszt. Az a lényeg, hogy nyilván ott bekerültem azért 18 évesen, nem feltétlen akartak rögtön, vagy kezeltek úgy, mint egy felnőttet. És azért nagyon sokszor így az anyagiakban voltak olyan dolgok, ami nekem nem volt szimpatikus.
és ment ez, hogy akkor oké, majd így emelünk, úgy emelünk, neked nem jött össze, és akkor egyszer így 3 év után keményítettem be, úgymond, és akkor azt arra csaptam, azt mondtam, hogy oké, akkor lejár a szerződésem július 6-án, én tovább nem vagyok hajlandó maradni. És mondták, hogy hát de hogy ilyet nem lehet, mert hogy még nem tudom, októberig megvan írva a sztori. Mondtam, hogy akkor írjátok át. Hm. És akkor ott volt életem belsőnek az a pont, amikor kiálltam magamért. Ez mondjuk egy nagy pozitív. Pozitív igazából, hogy... ja, ott nőttem föl. És most, hogy így vége lett, már most itt pont így témába vág, hogy milyen érzéseid vannak annak kapcsán, hogy most így véget ért az egész. Őszinte hogy... leszek, nem túl sok mindent mozgat meg bennem ez a dolog. Mármint, hogy így kérdezték sokan amúgy privátban is tőlem, hogy úristen, mi a véleményed, hidegen hagy. Nem, valahogy nem mozgat meg ez a része. Jó, mondjuk már elég év telt el azóta, és akkor így elég eltávolodhatsz tőle. És vannak olyanok, akikkel mondjuk ott ismerkedtél meg, és mondjuk így a mai napig jóba vagytok, mondjuk barátok vagytok, vagy így néha ráírtok egymásra, hogy mi újság, vagy ilyesmi. Inkább, azért nyilván ott kialakult sok barátság, de nem ez a napi szinten beszélgetünk téma van. Most szerintem egy évben 2-3-szor egymásra írunk, hogy mi újság, majd akkor talizzunk. Ez így ennyiben megmarad, de hogy tudom, hogy bármikor, bármi kérésem lenne valakihez onnan, akkor tudnék rá számítani, és fordítva is, de valahogy így ez a kommunikáció része, ez így megszűnt. Nyilván nekik is megvan a saját dolguk, nekem is. Persze, mindenki elfoglal. De hogy rosszba nem váltam el senkitől. Hát, az nyilván. Itt is felmerül a kérdés, az előző adásban már pont Dávidot is megkérdeztem erről, és mindkettőtöket érint igazából, hogy mindketten ismertek olyan személyeket, akik mondjuk nagyon híresek itthon, vagy nagyon ismertek, és hogy ez milyen érzés? Semmilyen. Mármint, hogy nekem semmilyen. Szerintem Marci is olyan, mint én, hogy így nem voltunk ezek a rajongók, rajongó típusok soha. Hogy így engem hidegen hagy, hogyha találkozok, vagy látok valakit, meg Marcit is. Engem teljes mértékben. De ugyanúgy az is, hogy minket a celebség része, meg az ismertség nem vonz. Nyilván azért akarunk ismertebbek lenni, mert annak köszönhetően lesz fellépés, meg visszaigazolás a dalainkra. Meg szponzorokat akarok is ingyen akarok élni. De hogy amúgy maga ez az ismertség része, meg hogy mekkora sztárok akarunk lenni, az a része nem játszik. Vagy nem azért csináljuk, hogy ezek legyünk. Ja. Mondjuk ez nálatok is visszavezethető szerintem oda, hogy viszonylag fiatalon találkoztatok már olyan emberekkel, akik mondjuk híresek, vagy ismertek, vagy ilyesmi, és így ez a világ, ez így tök természetes. Jó, azt ugye? Nem mondom, hogy a legelején nem volt fura. Jó, persze. Mert mondjuk 16 évesen fölkerültem, és akkor jövő héten már a Tóth Gabi volt a mentorom, és így Alföldi Róberttel beszélgetek nap, mint nap. Tehát, hogy ez egy jó flash volt, csak hogy ez így szerintem természetes élet. Meg tudod szokni. Be, azonnal. Nekem is 17 évesen abban a sorozatban emlékszem, volt 2, Balatonon voltunk, fú, jó volt, külön hotelszoba minden, nem is ez a lényeg, hanem szerepelt a Mucsi a sorozatba. És volt 2 olyan napom, hogy feküdhettem volna, de én kint voltam a Mucsinak a 2 napos forgatásán, nem volt egy jelenetem se, csak én néztem, hogy úristen, itt a Mucsi, és mikor fog káromkodni, tudod? Yeah. Hogy akkor még flash-t adott, meg utána nyilván bekerültem a barátok közbe, és úristen, a szomszéd öltözőbe ül a Vili bácsi. Hogy így jó flash volt, de ez egy pár hétig tart. Minden csoda elmúlik. Yeah. Mondjuk nem mondjuk most így zenei előadókat nézek, akkor ott szerintem kb. Bárki jöhet, nem? Ja, nem, hidegen semmit, nem, hagy mindenki. Hidegen hagy, de mondjuk pont most gondolkodtam, mondjuk egy Mucsival egy szobába ülnék, vagy mondjuk egy Anger Zsoltal. De az más, de náluk se szerintem az, hogy úristen, ők híresek, hanem szimpatikus, amit ők képviselnek, igen, és szívesen tehát, beszélgetnénk velük, de hogy nem az lenne, hogy... Arany életbe csinált az Anger, tehát zseni. Hihetetlen. Tehát én leülne elém, és lehet, hogy így... 5 másodpercenként így oda lesnék hozzá, ilyen tiszteletből, tudod, ilyen okay, respect. De mondjuk ez a szívesen beszélgetnék velük mondat, ez megragadt, mert amúgy nekem is rengeteg olyan előadó volt, ugye én is hamar belecsöppentem tulajdonképpen ebbe, és hogy rengeteg olyan előadó volt, akikkel mondjuk találkoztam is, de rengeteg olyan volt, akivel még mondjuk a mai napig nem, viszont én is nem úgy, tehát nem ilyen rajongás szinten, de úgy beszélgetnék így emberekkel. Uh-huh. És igazából a podcastnek is így ez, ez a feelingje, hogy most már ezt meg tudom én valósítani ezt a beszélgetést, amit mondjuk én 5-6-7-8 évvel ezelőtt mondjuk én beszélgettem volna bárkivel, mondjuk egy akkori Polával, és most ezt így el tudom hozni az embereknek, tehát itt tök jó dolog ez. Ja, jó ez amúgy. És hogy nem szállt el egyikőtök se? Igazából ugye... nincs mire, mármint, hogy hát nekem az az alapelvem, hogy
feltalálhatom én a spanyol viaszt, lehetek én az, a világban a top egy előadó, lehetek én Travis Scott, vagy lehetek igazából Kis Pista bácsi, aki 30 éve a gyárba dolgozik. Nem vagyok több, bármelyik karakter lennék, vagy én magam. Ért? Nekem ez a munkám, lehet, hogy több emberhez eljut, vagy még többhöz el fog jutni, de én attól nem vagyok több. Érted, hogy tőlem, nekem valaki akkor nagy a szememben, hogyha az emberi értékei rendben vannak, és nem attól, hogy esetleg ő Travis Scott. Ez így akkor meg lett válaszolva. A kövi kérdés, ami még így hozzád szól, az az Iron Lady. Hogy ez? Melyik? Mit? Hogy történt? Hogy jött maga az ötlet igazából engem ez a része foglalkoztatott, hogy... Kitaláltam valami dalkoncepciót, pont Orosházán töltöttem egy másfél hónapot, és akkor ott kettő ilyen haverommal leültünk, és volt egy dalötletem, és már negyedik napja nagyon nem jött össze, már túl gondoltuk, nem olyan lett, amit akartam, stb. Mondtam, hogy hagyjuk a picsába, ígyunk. És akkor megittunk egy nagy üveg vodkát, ott már azért jó berúgtunk, és akkor a gyerek, aki énekli, neki jött egy ötlet, hogy figyeljetek már, Olaszországban van egy csomó olyan rapper, aki olasz sportolókról írt dalokat, és hogy tök jól működnek, én meg így poénból félig flagmán mondtam, hogy tesó, mi? Hosszú katinkáról akarsz dalt? Tehát, ó, csináljuk, jó. És én nagyon nem akartam, mondtam, hogy de mit, hogy, miért. És a gyerek eltűnt, a producer gyerek egy 3 percre, egy darab akkord ámol, az egész dal, megcsinálta azt a beatet 3 perc alatt, aztán, hogy akkor írjunk rá egy refrént, ott a gyerek valami dallam vezetést kitalált, átírtam a szöveget, és akkor így nagy nehezen, hogy akkor jó, akkor legyen még egy verze, egy óra alatt megcsináltuk a kész hanganyagot, és utána én szerintem 3 hétig is akartam adni. Mondtam, hogy az gadja, hogy nem... nagyon túl trash. És aztán utána mégis kiadtuk, és látod, nem volt kár. És az pörgött is, ahogy látom, meg valami visszhangja így a médiában volt? Volt, persze, ott első 3 hétben 80 ezer megtekintés volt, és utána a Katinkának az ex-férje a Shane megosztotta, és onnantól kezdve tényleg Blik, Bors, minden fiszem faszom újságban, meg hírportálon megjelent, de ott a Katinka nem reagált rá. És a Katinka az mostanában reagált, mert volt egy megkeresésünk, és akkor még fogunk vele csinálni egy TikTokot a dalra. Wow. Így Marcikával. Úgyhogy múltkor mi elmentünk hozzá, pont most nagy versenyei vannak, és elmentünk oda, ahol a hotelban van, csak náluk most annyira nagy a szigor, hogy a gyerkéről beszélgettünk, de amúgy tök faj, nagyon jó fej volt. Eldumálgattunk vele, elpoénkodtunk, és akkor majd valamikor még lehet, hogy idén találkozunk majd vele. Wow, ez megtiktokozzuk a világot. Akkor már lehet, mire kimegy ez az adás, addigra kint lesz a TikTok videó. Benne van. Még egy olyan, ez lesz szerintem egy a legforróbb kérdés így veled kapcsolatban. Mert hogy ugye volt neked egy esküvőd. Igen. Ami elvileg volt kint valamelyik, nem tudom, hogy melyik tévécsatorna, de készült róla valamilyen riport, vagy interjú, aha, vagy ilyesmi. És hogy igazából megfordult így már akkor is a fejembe, hogy ez olyan indokolatlan, vagy nem tudom. Na figyelj, tehát, ez indokolatlan, ilyen eseményekre nem hívnék egy sajtó pont orgánumot se. Felírva, hogy ez egy, ki volt találva intim okosba, pillanat amúgy. Ez intim pillanat is maradt. Ez úgy volt megoldva, hogy előtte nap forgattak velem egy anyagot, ugye a külön töltött este volt, meg ilyenek, és utána oda az esküvőre nem engedtünk be senkit, hanem volt egy saját videósunk, aki nyilván nekünk csinálta a videóanyagot, és ő küldött át nekik. Úgyhogy oda a stábot nem engedtünk be. Jó, mert ezt így átlag emberként, kívülállóként úgy képzelem el, hogy... Nem. Jó, hát akkor így nem volt kinyírva ez a pillanat. Nem, megoldottuk okosba, nem, jó volt. És akkor el is érkeztünk ki tulajdonképpen a Polához. Így. Ha még van olyan, amit így... Ha még nem bomlott fel az interjú alatt. Még meg vagyunk. Igen. És ugye már érintettük is az első kérdést, hogy honnan jött a formáció, meg honnan jött a Polanév, úgyhogy ezeket már igen, előre is hoztuk, és jön az első dal, tulajdonképpen a Holnaptól címet viseli az a dal. De ugye ez volt még, ami Polaroid néven futott, és hárman drága Kovács Gyopárunk is benne volt. Na és én ott mondtam, hogy na végre, mert az pont egy olyan időszakban jött ki az a dal, amúgy, amikor ilyen hát nagyon-nagyon élte a világ ezt a trash vonalat, és egy csomó ilyen trash dal volt, meg szerintem, bár szerintem még most is ugyanez a helyzet, de hogy én ott mondtam, hogy na hát ez egy király dal, tök jó, hogy ilyen vonalon elindultak, és ez tök jó lesz. Viszont utána jöttek dalok, a Nem Érdekel, vagy a 2019, amik viszont egy tök más vonalat
képviseltek, és nem tudom, ti azt hogy éltétek meg, vagy ez volt akkor ugye ez a váltás. Uh-huh. Hát ugye levált rólunk a Gyopi, és akkor igen, mi tudatosan átálltunk arra, hogy jó, akkor trap és klubzene, és akkor elindulunk ebbe az irányba, mert azelőtt még teljesen egy ilyen nyári fesztivál, nyári felállás, rádió, zenekar, tudod, tehát hogy itt egy teljesen más koncepcióban volt az egész banda, és utána váltottunk egyet, azt mondtuk, hogy akkor a trap az, amit vinnünk kéne tovább. Meg ugye volt egy menedzserünk, mi úgy álltunk össze, hogy már menedzser volt, hárman voltunk, ki volt találva minden, ja, és ja, amit mondott a Marci is, hogy ez egy ilyen well hello és halott pénz volumenű dolog akart volna lenni, hogyha kiforja magát. De aztán, amikor ketten maradtunk, össze is vesztünk azzal a menedzserünkkel, akkor igazából olyan közelibbnek éreztük azt, hogy a klub közeg, a YouTube és a trap. És akkor nekem van egy olyan érzésem, hogy itt rámentetek erre a trash vonalra, de mégis a minőségi dolgot akartatok, tehát valami ahhoz hasonló jött le nekem, uh-huh, igazából, uh-huh, csak ez mégis... Ez jó hallani egyébként külső szemlélőként, hogy mi a véleményed ezekről a dalokról. Ja, többet el se jövünk. Nem. De ez egy nem úgy kell érteni ezt a trash vonalat, hogy szar, hanem hogy uh-huh, ez a, ami épp futott, akkor úgy mondom inkább, hogy... Hát, rámásztunk a pacira. Igen, de igen, nem azért másztunk rá, mert a trap megy, hanem mert akkor addigra már nagyon megszerettük a trappet és hallgattuk. Nem, persze, bennünk volt végig. Másrészt annyi trashülés vagy butítás volt tudatosan, hogy nyilván a dalszövegeket próbáltuk nem túl gondolni és megfejteni, ami nyilván nem is csak a trashség miatt, hanem azért is, hogy jobban mindenki be tudja fogadni. De hogy ezen kívül én azért nem gondolom azt, hogy mi nagyon elmentünk trashbe. Nem, hát ezt nem is így, ja, nem ja, is ja, így értettem, hanem ezt a felkapott vonalat, aha, valamivel ti is be akartatok szállni, és nyilván ez sokkal minőségibb cuccok lettek, mint ami, köszönjük szépen, ami ilyen trash volt. Tehát, hogy én ezt éreztem, hogy ez aha, a vonal fut, akkor nekünk is fekszik, és akkor erre így lehet építkezni. És utána jött a Apuval a közös dal, ugye a By Alexnek az egyik ilyen alter egója, vagy nem tudom, hogy... az egyik a sok közül. Nem tudom, ez hogy kell századi így... Génye. Hogy kell így... Apu! Megfogalmazni. És azt hogy éltétek meg azt a dalt? Így az utó hatásait. Utórezgését? Aha. Tök jó dal. És tegyünk egy pontot rá, szerintem. Szeretem én is amúgy. Nem vagyunk ilyen nagy feat-esek. Jó volt egynek, nyilván tök jó, hogy a By Alexnek van egy közös dalunk. Ez a legnézettebb dalunk. Meg szeretjük is azt a dal, de hogy ez se volt ilyen, hogy én otthon bepisilve, ugrálva hívtam fel Marcit, hogy de jó, már ennyien megnézték, és de menők vagyunk, mert Alexal van, meg fordítva se történt ez. Yeah. És megint csak az, hogy nem rajongunk emberekért. Viszont... Pont. Az, amit még megemlítenék én itt így külön, hogy az ugye tehát egy By Alexa volt nyilván a közreműködés, és úgy voltam én is vele, amikor meglátom, hogy na, ez lesz itt a... Mindig van egy olyan dal, ugye, ami így hirtelen így kitör, mm-hmm, és akkor így befuttatja az adott előadókat, és akkor én úgy tekintettem arra, hogy na, ez a dal, megjöttünk, kész, innentől kezdve ilyen. És bennetek nem volt ilyen érzés, vagy azt hittük, hogy ez dobni fog, de így utólag, hát figyelj, legyünk őszinték, nem dobott, sőt, utána való egy év, valahogy, amit nem értünk, hogy kijött az a dal, elindult a Pola nyilván egy éven, kijött az a dal, ami lehetett volna akár a nagy áttörő siker, uh-huh, és onnantól kezdve top 5 előadóba benne vagyunk, és nem, utána valahogy így a diagram lement. És egy aha, éven keresztül valahogy stagnáltunk, megborult a rendszer, és még visszább kerültünk szerintem nézettségbe, meg mindenhol, mint a feat előtt. Úgyhogy nagyon durva, nem tudjuk, hogy ez miért van, hogy van. Nálunk akkor... ez pont fordítva, általában velünk minden fordítva történik, mint hogy kéne. Yeah. Jó, mert ezt így kívülállóként mondom nekem így, ahogy figyeltelek titeket, ugye ez jött le, hogy na, akkor innentől izé, és akkor mégse is, azért gondoltam, hogy megkérdezem, hogy bennetek volt-e ilyen, de akkor nyilván bennetek is. Nem. Úgyhogy én azt mondom, hogy most nyilván nagyon előre ugrok, de hogy például a Valamiért nekünk az első áttörő dal, én azt mondom. Ja. Igen, egyébként. Hogy az egy nagyobb történet nekünk, mint az Alexes. Pont később akartam említeni, hogy már Spotify-on is lehagyta egyébként, szóval a top legnépszerűbb dal most már az. Szóval, hogy ez egy tök jó dolog, hogy az le lett nyomva. De még ne ugorjunk ennyire előre, mert vannak itt még dalok. Olyan. Ugye volt a Valahol, amit én kigyűjtöttem magamnak. Azt ja, igen, én igazából én azt azért... azt én azért emeltem ki, mert egyszer beszélgettünk arról, hogy leírtam, hogy melyik a
nem tudom, top 3 kedvenc Pola dalom, és akkor pont mondtad, hogy azok a dalok pont nem pörögnek. És ugye köztük volt a Valahol ja. is, és hogy... Fudrék, hallottam ezt a tracket. Nagyon, én meghallgattam amúgy múltkor azt hiszem... Szoktam hallgatni a dalainkat, de valahogy ez mindig kimarad. Az egy nagyon random dolog volt nagyon amúgy. Nagyon random dolog, és egy nagyon fájó pont nekem egyébként. Mert az a dal szerintem sokkal több nézettséget ér. Vannak még így dalok amúgy. Igen, pont ahogy mondtad, hogy vannak azok a dalok, ami mély mondani való, nem feltétlen klisé, nagyon jó a dallamvezetés, igazából egyben van a sztori, és bazd meg, nem nézik meg. De ha meg kidobsz egy, már bocsánat, egy hosszú Katinkát, azt meg megnézik. És azért a kettő között, mint tudásban, mint tehetségben, mint mindenben, ég és föld, hogy így nem tudod kiszámolni, hogy például vannak ilyen fájó pontok azért, ott ez a valahol. Ott valahol is, minden veszvese rossz. Gondolatok például. Gondolatok, érted, hogy vannak olyan dalok, bazd meg, ami kurva jók szerintem, és hogy azt le se szarják. És hogy nem... Őszinte dalok nem mennek. Ennyi. Ez egyébként tök érdekes, mert most például, hogy így ásom bele magam a YouTube-nak így a világába, ott is van videósok beszélnek erről, hogy van egy videó, amit tudom én 4 napig forgatsz, és elmész helyekre, meg beleölsz egy csomó pénzt, és azt megnézi, mit tudom én, 100 000 ember, utána meg csinálsz egy akármilyen tutoriált, amit 5 perc alatt felvettél, és azt megnézi 1 millió. Ja. Hát ja. És ez mindenhol jelen van, hogy valamiért ez így olyan tök de változó, fura. Mert igazából aztán meg most a két legutóbbi dalunk, ugye a Nem passzol meg a valamiért, azok is nagyon jól összetett dalok szerintem, zeneileg. Jó a szöveg, jó minden, és azokat megnézték. Ugye ezt nem tudod kiszámítani, csak nyilván fájó pont, amikor az őszinte szívből jövő dalokat például leszarják. Vagyis hát akik nézik, azok nem szarják le, csak hát, hogy... Csak nem jut el annyi emberhez, mint amennyihez. Ja. Igen. Amennyit megérdemelne mondjuk. És utána írtam fel itt a Pablót, meg a fényképet. Ott jöttem én képbe a Pablónál, ugye azt én forgattam, meg a fényképnél is már így bekapcsolódtam ugye vágás tekintetében. Na például a fénykép. A fénykép is egy olyan dal. Imádom. Az egy kibaszott Amerika Flash. És ez most senki ne értse félre, ez semmelyik nem fényezés. Mert nyilván vannak tőlünk sokkal, de sokkal jobbak is. De hogy az is egy tök jó dal, egy igényes dal, Ki jobb tőlünk? Travis Scott vicce. Ja, jó, hát jó. Nem. De ez meg olyan kijobb tőlünk ízlések és pofonok. Persze. Hogy ezt nem lehet, én nem mondhatom meg, hogy nálam ez jobb, ez rosszabb, meg kinek mi tetszik, és tök mindegy, mindenkinek tetszen az, amit szeret. Tök mindegy, de például ott a fénykép, ami ahhoz képest szerintünk, amennyire nekünk tetszik az a dal, ahhoz képest kevés a nézettség, és nem jutott el annyi emberhez. Hogy lehet, hogy ez egy olyan dal, hogyha azt a dalt majd 2 év múlva, amikor még előrébb jutunk, akkor adnánk ki, lehet, hogy egy kibaszottan sláger lenne. De így meg valamilyen szinten elsüllyedt. Hát majd, hát így felkapják a később. Nem tudom, hogy ezek a visszahajló dolgok megjelenik. Fellépésen lehet nyomni. Tehát, nyilván nyomjuk, meg ismerik is, hogy nem arról van szó, hogy beégnénk a dalokkal fellépéseken, mert állnak és néznek, hogy ez mi. Yeah. Nyilván ismerik, csak hogy eljuthatott volna több emberhez is. És utána jött a lemezetek. Mhm. Uh-huh. Ami megjelent ugye kézzelfogható formában is, úgyhogy itt a reklám helye. Rendeljétek, vegyétek, szeressétek. Vegyétek. Igen, ez úgy jött, hogy azért agyaltunk, hogy jó lenne csinálni, mert annyit tudni kell rólunk, hogy nagyon produktívak vagyunk, és nagyon gyorsan dolgozunk. És szóba került, hogy lehetne csinálni egy albumot akár. És, mert álltak halomba a demók, hogy akkor melyik legyen a következő, mi legyen, és akkor ott voltunk, hogy volt 5-6 dalunk. Hát mondom, tesó, mondom, lenyomunk még 2 hetet, és megvan egy albumra való anyagunk. Ja. És aztán... Vége az lett, hogy 2-2,5 hónap alatt lett kész 0-ról az album, igen. De szerintem az is 2,5 hónap alatt 12 dal, ja. az nem rossz. Ja, 0-ból, igen. Ja, és akkor aztán jött az ötlet, hogy most egyszer azért az egy nagy mérföldkő, hogy van egy kézzel fogható lemezünk, és mi ezért is ragaszkodtunk ahhoz, hogy ez megjelenjen CD formátumban, nem azért, mert most nyilván Pistike Diszmanen hallgatnál, mert nem. Itt nem is voltak nagy elvárásaink amúgy. Nem. De ennek ellenére, vagy egy hónapja beszéltünk azzal a kiadóval, vagy kettő, akik kiadták a CD-t, és ami nekünk a legnagyobb meglepetés volt, hogy ilyen körülbelül 1500 darabot eladtak. Hogy szerintem, amikor ezt így elkezdtük meg ki, tehát nem gondoltuk volna, hogy ebből ennyi el lesz adva. Hát ja. Mert úgy álltunk az, hogy amúgy kivesz CD-t, tudod, és veszik, és ez tök jó visszajelzés.
hogy van egy olyan dolog, amit nyilván lehet venni nézőket hirdetéssel, meg követőket, meg mindent, de hogy azt nem tudod befolyásolni, és ez egy jó visszacsatolás, hogy oké, nincsenek még akkora nézettségeink mindenen, de baszki, 1500-an megvették, és valami 2000 vagy 2500-tól meg aranylemez, hogy így kurva jó flash. Ja, ja, ja. Ez mondjuk így durva, hogy magatoknak csináltátok tulajdonképpen, és mégis ekkora eladás, főleg így 2019-20 környékén, amikor már persze. Otthon nem tudom hova berakni a CD-t, szóval nagyon durva, mert már laptopban sincs például CD-olvasóm, úgyhogy hát ja. Ez így egy tök jó visszacsatolás egyébként. Ja, nyilván ott van a digitális platformon, nyilván, de Spotin hallgatják, vagy bármit tudnak ott hallgatni, de hogy ettől függetlenül tök jól esik, hogy vannak azok a rajongók, akik fogták és megvették. És kiteszik a falra, tudod, ja. Van ez a flash, ahogy egyébként szerintem vesznek CD-t még, nem hát annyira, mint régen, de mondjuk olyan célból, hogy kiteszed a falra. Igen, mert nem zenét hallgatsz rajta, masszakocsiba. Hát régen poszterekkel voltak tele a szobák, most meg ilyen CD-kkel van, kézzelfogható. Megmarad örökre, bármikor 20 év múlva ránézünk, úgyhogy mi az a szar, amit vettem tőle 20 évvel ezelőtt. Ja. Hát persze, ez egy jó, meg sokan még most is gyűjtik, tehát oké, hogy ja. Megveszi mondjuk iTunes-on is, de megveszi mellé a lemezt is, és akkor ott van azért ja. Kézzelfoghatóan ja, ja, ja. Is, és ez tök jó dolog amúgy. Mindjárt mi erre nagyon büszkék vagyunk, és ez egy tök jó ez dolog. Ez egy jó kis mérföldkő. Hogy volt ilyenünk, és hogyha aranylemez lesz, nem tudom, hogy van-e egyébként trap formáció, aki elért ilyen eladást, és ilyen, nem tudom, közel az aranylemezhez. Fia, felénél már túl vagyunk, úgyhogy van rá esély, de nyilván nem élem bele magam, meg gondolom, te se. Nem tudom, hogy van-e egyébként ilyen, aki már elérte az aranyat, de hogyha elérjük, és mi leszünk az elsők, azért ez egy nagyon-nagyon menő dolog, hogy mi vagyunk az első formáció Magyarországon, aki elérte. Aztán lehet, most beszélek erről, és már lehet régen van 30 másik, de nem tudok róla. De mindig, akkor is, hogyha nem elsők vagyunk, hanem hatodikok vagy hetedikek, hát az... akkor is ott van, ki tudjuk tenni például a stúdióra. Persze. Ránézünk, ez egy motiváció nekünk, hogy akkor oké, van értelme meg csinálni. Ami azért még nagy visszaigazolás volt itt a CD-nél, hogy van a Mahasznak egy sláger top, nem tudom, 50-es, 40-es, 100-as 40. Album eladási listája, és azon a listán sok-sok hétig ott voltunk, és volt olyan hét, amikor elsők voltunk a lemezzel. Yeah. Yeah. Hogy ilyenkor azért jól esik, mert kicsit nekünk is pont ott azért a békasegge alatt volt kicsit már az önbizalmunk, és azért az úgy visszatudott hozni, hogy, okay. Hogy az egy olyan valós visszacsatolás volt, nem olyanok, mint a nézettségek vagy a lájkok, mert nyilván azt azért lehet befolyásolgatni. Hát persze. Igazából ez már mindenféleképpen jól sült el, bármi is van a lemezzel. Persze. Egy klipet, talán egy klipet csináltunk hozzá, de hogy az is egy tök őszinte dalhoz nem jutott el, igen, azt csináltad, igen. De hogy amúgy a többi dalhoz nem is csináltunk klipet, ja. Ez ja. A durva, hogy még... Hogy átugrottuk ezt a gyerekkéntet egyébként? Hirtelen most. Ja. Az egy ilyen... Azt se nézték, pedig amúgy egy tök őszinte dalteli hát gyerekkori videókat, de hogy vannak ilyenek, rájöttünk, nem kell szívünkre venni ezeket a dolgokat, nyilván egy YouTube-nál számít az is, hogy most ki, hogy mennyit hirdet pénzet, mennyi pénzt tesz reklámra. Ja. De ez egy... Ja, ja. Ja. Szóval egyébként az így olyan szempontból azért az fel volt nekem itt írva. Egyrészt már én forgattam, másrészt meg az Lord. Is olyan szempontból az egy olyan mérföldkő, hogy ott azért gyerekkori felvételek vannak, és ja. Azért a nagyon, nagyon pola rajongóknak, akik tényleg a kemény magazoknak egy nagyon-nagyon jó ajándék tulajdonképpen. Persze. Csak például itt is azért a YouTube részéről így felcsesztek a dolgok, mert hogy például öcsém is és apukám is fel van iratkozva, és hogy amikor ők mondták, hogy feliratkozva, nekik 4 hét után se kaptak, vagy ők 4 hét után se kaptak értesítést arról, hogy megjelent egy új videóklip, hogy akkor azért így elgondolkozott az ember, hogy beteg dolog. Baszki, nem jut el a saját feliratkozó számunkhoz az, hogy nekünk van egy új dalunk, ami esetleg nem küldjük meg reklámmal, érted, hogy így azért bosszantó helyzet. Hát, és ez egyre inkább ebbe megyünk bele. Ez most nyilván szóval... órákat lehetne beszélni a YouTube-ról, de meg igen. Minden másról. Szerintem már lassan mindenki tisztában van ezzel, hogy hogyan működik, úgyhogy... Hát, valószínű. Pénz, beszél, kutyaugat. Ennyi. És utána jött a valamiért, ami így a felszálló ágatok, mert most tulajdonképpen egyre több megtekintést kapnak a dalok, meg egyre igen. Jobbak a visszajelzések, ahogy a két utolsónál a kommenteket kap így 95%-ban csak pozitív kommentek és amire büszkék, nem törlünk. Meg a like-dislike arányra is. Nyilván ott nem is lehet hozzányúlni, de hogy kommenteknél se törlünk, és nagyon durva amúgy, hogy 1-2 negatív szokott lenni, nem is értjük.
Lehet az lenne a jó, kicsit megosztóbbak lennénk, nem tudom. Negatív reklám is reklám. De szeretik. Pedig ez a nézettségek már túl vannak azon a thresholdon, amikor, mert tudod, amikor még csak kevesen nézik, mit tudom, megnézik 90 ezer ember, az még azt jelenti, hogy ott még nem kattintott rá olyan, akinek nem tetszik. Persze. Tehát, hogy kisebb az esélye, viszont ez már a valamiért is már fölött, millió persze. fölött, ott már megvan az az esély, hogy csak úgy jönnek a trollok is, beírják, hogy ez szar, meg... Nem, írták páran, hogy szar vagy nem jó, de hogy így... Elveszik amúgy a sok pozitív. Kedvencem, amikor annyit írnak, hogy Thor. 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 Meg amikor ott még a fiatalonnál volt, de hogy rengetegszer megkapjuk. Nagyon sokan nincsenek tisztában, hogy a Pola az egy duó, pedig a klipben ketten vagyunk, ketten adjuk elő, a kettünk hangja hallatszik, hogy így nem tudjuk miből, de hogy így sokan van az, hogy vagy a Marcinak, vagy nekem az utcán, szia Pola, vagy ránk írnak, hogy szia Pola, vagy megkérdezik, hogy ki az a másik srác, de hogy még azt se írják, hogy a kékhajú vagy a hosszú, hogy csak ki az a másik srác. Nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy, ez a kedvenc számom tőled. Igen. Tudod, hogy így, meg a fiatalonnál volt az, hogy oké, az apu a Bialex, meg van a Pola, de hogy ki a harmadik srác? Six. Az X. Vagy, és így mondom, bazd meg, kicsit utána néznének az emberek a dolgoknak, akkor nem lennének ilyen fasz kérdések. Hát ez majd idővel úgy is kialakul. Tudod, nem figyelnek az emberek, mármint így a... Nagyon sokan nem, persze. nem nézik meg rendesen, meg... Jó, csak ennyi, hallasz kettő különböző hangot, és látsz kettő csávót. Akkor egy névvel. Egy névvel, akkor felmerülhet a kérdés, hogy ketten vannak, vagy felmerülhet a kérdés, hogyha a Pola az az egyik, akkor mi a faszomat keres minden klipbe a másik, és neki ez miért éri meg név nélkül, hogy így... De, hogy ez, vagy lehet, hogy csak nem tudom, az én logikám ilyen egyszerű, de... Nem várom. Sírok. Hát már jobban figyelnek, aztán ez kialakul. Ja. Volt még itt egy olyan mondatotok, nem tudom, hogy ez mennyire publikus, de hogy, és nem is tudom már melyikőtök mondta, de hogy tudnátok olyan dalokat írni, amik így mennek, meg nagyon mainstreamek, meg nagyon előadhatóak, de mégsem írtok. Ezt nem mondtuk, ezt lehet, hogy veled így privátban beszéltük máskor. Hát úgy értem ezt a mondtátokot, hogy velem privátban. Egyszer-kétszer volt olyan, most őszinték leszünk, van egy-kettő. Azt hiszem egy vagy kettő darab olyan Pola dal, amit nem szeretünk, és pont ezért nem szeretjük, mert akkor próbáltuk azt, hogy esetleg ez most valamilyen szinten csúszom be oda, amit képviselni akartatnak velünk, hogyha így érthetően fogalmaztam. Nem jó, felülünk arra a vonatra, hogy most ezt kell csinálni, akkor igazából eltűnik belőle az őszinteség, meg a szeretet, és nem fogjuk szeretni, és ha mi nem szeretjük a dalt, akkor más se szeretünk. Ja. Nyilván belecsúszik az ember ilyenekbe, de még mi azért annyira fullba nem csúsztunk bele, és próbálunk mindig önazonosak lenni, és azt csinálni, amit mi belül de akarunk. A utóbbi kettővel szerintem elkezdtünk egy az utóbbi kettőnél engedtük el az egót, ja? Igen, ezt kell csinálnunk, és kész, nem. Valamilyen szinten követni az adott trendet, de telében nem szabad szerintem. Mert van egy hangzásvilágunk, van egy mind a kettőnknek, a Norbinak, nekem is van egy sajátos flow. Ne dobjuk el magunktól, csak azért, mert ez az a menő. Faszt. Nem. De ne dobálózzunk ilyenekkel, hanem nem kezdjük egy, sőt, tök jót csináljuk szerintem. Most a valamiért is már egy egyedi hangzást hoztunk. Most a nem passzolnál is egy tök olyan cuccot sikerült összedobni szerintem, amit meghallgatnak. Oké. Meg sok olyan komment volt, hogy eddig egyébként nem tudtam rólatok, de mostantól ti vagytok a kedvencek, ment a szub. Érted? Tehát, hogy szerintem jó az út, amit viszünk, és semmi, nem kell túlragyalni, csak nyomjuk. Yeah. Aztán remélem, hogy nyáron már végig lesz ennek a korona fasznak, már bocsánat, mert ott faszon ki van az egész. Hát nekem is. És remélem, hogy nyáron már fogjuk tudni nyomni. Színpadon. Hiányzik már nagyon. Nagyon, mert megőrülök már. Tegnap előtt nézegettem tesó ilyen kirakott highlights-os sztorikat. Én meg sem nézem, Nagyon rossz volt. Nekem ment Drake otthon YouTube-on, és elkezdtem ugrálni. 13 másodpercig bírtam, és a tüdőmet kiköptem kb. Hát most egy fél órás fellépés szétugrálva bent a meleg klubban, mert hogy nem meleg klub, hanem hogy meleg van a klubban, azért az úgy kemény. De majd vissza kell jönni, futni kell meg ilyenek. És egyébként így visszavezetve talán egy ezelőtti kérdésre, hogy pont van egy ilyen Pola varázs, amit felírtam itt, ez kicsit olyan furán hangozhat, de hogy pont ez a ugye, hogy olyan dalokat írtok, ami szívből jön, meg azt csináljátok, ami épp tetszik nektek, és pont ez a varázsa igazából az egésznek, meg így a személyiségetek. Szóval nyilván, ha ez eltűnne, akkor a Pola varázs is, mint olyan, az is így eltűnne. Szóval pont ez az egésznek a lelke.
amit így megfigyeltem. És nyilván ez egy nehezebb út, hogy a sajátos hangzás, sajátos flow, de kifizetődőbb hosszú távon. Hát meg nagyon törékeny. Tehát ezt... A kövi téma még így, hogy meg lehet-e élni a zenélésből, mondjuk így 2020-21-ben Magyarországon, és ha igen, akkor mi kell hozzá? A pénzen kívül talán. Hát figyelj, necces, mert nyilván az előadóknak a főbevételi forrás az a fellépés. Hogy ami egy YouTube-ból jön az embereknek, vagy bármi plusz pénz, azok azért még azt se fedezik, amennyi egy klip költség például. De nyilván, mivel Marci producerként és dalszerzőként tevékenykedik külön, meg én is elkezdtem egy éve, innentől kezdve azért van máshonnan is bevétel. De hogy most csak, akinek csak a fellépés van, meg a YouTube, az nem tudna megélni. És ha így valaki most kezdené, tehát így a nulláról, akkor, vagy ha ti mondjuk a Polát most kezdenétek, akkor milyen úton lehet elindulni, tehát hogy mik a legjobb? Figyelj, pénzt és időt nem szabad sajnálni, ha van, ha nincs, nekünk se volt, és belefektettük az utolsó 2 forintunkat is, és majd egyszer visszahozza igazából, ez egy olyan, mint egy vállalkozás. Muszáj pénz az induláshoz. És muszáj arra megteremteni azt a pénzt, azt az összeget, és nem sajnálva beleadni, és lemondani esetleg a szórakozásról, vagy az új ruhákról, vagy bármiről, vagy esetleg spórolni a kaján. Mert nekünk is azért volt olyan időszak, amikor örültünk, hogy izé vettünk, nem tudom, egy hamburger menüt ketten, mert pont annyi pénzünk volt, mert előtte nem elbasztuk, hanem el kellett költeni esetleg valamire, hogy így, ami nyilván a zenével kapcsolatos, hogy megesik az ilyen. De hogy ettől lesz szép majd utána, amikor számogatja az ember a pénzeket a nagy házába, a medencével, a 3 kocsijával, visszagondol arra, hogy honnan jöttünk el, tehát hogy nem a nyuci meg a puci alánk tette. És ha már ilyen vállalkozásokat említünk így a zene mellett, neked is most elvileg vannak ilyen induló dolgaid. Igen, december 12-én nyitottunk egy webshopot egy saját márkával, most amikor zajlik most ez a podcast, ez igazából akkor 8 napja volt. Wow. Úgyhogy nagyon jól megy, 3 termék sold out, viszik, úgyhogy igazából még felülmúlta az elvárásainkat is. Wow, az nagyon király. Úgyhogy aztán nyilván maradjon is így, meg még azért jövünk új dolgokkal, de hogy pont ez a korona mutatta meg azt, hogy muszáj több lábon állni. Hát persze, meg a zene mellé általában mindenki csinál előbb-utóbb ilyen vállalkozásokat, hogy olyat, ami magától működik, vagy ilyesmiket, szóval ez... Kerestik el olyan dolgokat, amibe bele lehet fektetni, mert nyilván ideig óráig tart majd a zene, és minél több dologba belefektetsz, amit szeretsz is csinálni, akkor annál több lábon állsz, és azért ezt szerintem itthon Magyarországon kell, mert ez nem Amerika, hogy egy slágerből neked az unokád is gazdag lesz, itt mások a viszonyok. És volt még egy olyan kérdésem is, hogyha nem lenne Pola, mit csinálnátok, de szerintem már az elején így megválaszoltátok, hogy akkor is nyomatnátok a zenét, csak nem a színpadon, hanem így a háttérben. Én azt mondom, hogy mindenféleképpen akarnék előadó lenni, de szerintem Marciba is kifort volna egy idő után, hogy akar előadni. Lehet, hogy akkor szólóba folytatnánk, vagy lehet találtunk volna 2 másik ilyen fogyatékost magunk mellé, és lenne most Pola 1, Pola 2, hogy így ezt nem lehet megmondani. Mindenképpen ezt csinálnánk, ha nem lenne a Pola. Lehet, hogy hogyan, meg. Tehát lehet, hogy szólóba valamelyikünk már előrébb lenne, lehet, hogy egy másik csapattal előrébb, lehet, hogy most tök magunk kezdeteknél lennénk, pedig ugyanennyi idejet csinálnak. Nem tudod ezt kiszámolni, én azt mondom, ez így jó, ahogy van. Nyomjuk. És nem adjuk fel. Ennyi. És arról mit gondoltok, hogy annyira gyors lett a média fogyasztás, meg hogy jönnek ki a tartalmak, jönnek ki a zenék, minden nap kijön 10 klip, meg Magyarországon is rengeteg, egy héten rengeteg klip jön ki, hogy tulajdonképpen emiatt már nem lehet ilyen örökzöld slágereket írni, mint régen, és hogy ez mennyibe befolyásol mondjuk egy dalírásnál, vagy szoktatok ezen gondolkozni, hogy már olyan ikonok mondjuk, mint egy Michael Jackson, vagy akárki, már szerintem nem nagyon lesznek. Lehet, hogy lesznek ikonok, de nem lesznek olyan ikonikus dalok. Mármint azok voltak. Megfelelő pénzzel bármit csinálhatsz. Egyrészt igen. Visszatérve erre. Valaki adna 10 millió forintot, hogy ő egy éven belül top egy előadó akar lenni, hidd el, hogy egy év múlva top egy előadó lenne, nulla zenei érzékelés. Van ilyen előadónk, nem is egy-kettő, nyilván nem nevezzük meg, de vannak ilyenek. Igen. Hát persze a marketinget lehet tolni. Igen.
De ugye szerintem amúgy művészként is, mármint számomra ez egy demotiváló dolog, vagy... Azért demotiváló, mert kirakod a dalt, és írja, hogy úristen, ez kibaszott, jó életetek száma, és mikor jön a következő. Bazd meg, most jött ki. És már írják már másnap, vagy már aznap is, hogy mikor jön a következő. Hogy ennyire felgyorsult, hogy jön egy sláger, tetszik, szereted, akkor hallgatod egy hétig, mert aztán jön az újabb, és már várod másnap az újat tőle, hogy így... Ember... Nagyon gáz. Meg hát azért nem tanulja meg így az ember értékelni a... Ja. Meg nem is látnak nem, a... Nem tudják, hogy milyen folyamat van egy zene elkészítésénél, vagy egy videóklip megvágásánál, vagy bárminél. Tehát... Mennyi idő, mennyi pénz, mennyi minden. Ők csak azt a 3 percet látják, amit megkapnak. És az hát nekik persze. Elég is, és akkor jöhetne a következő, de azért még hallgatom ezt is, csak már jöjjön valami új. De az, hogy még a forgatáson lefagyott a kis lábújam, és egy hétig gipszbe vagyok otthon, meg rosszul. Ja. Azt nem látják, azt látják, hogy tök jó lett a klip. Vagy persze. Tök jó lett a zene. Felmehet a Spotify listára, csak jöhetne már a kövi. Ez egy sipul a fülem 2 napig, persze. Mert stúdióba kevertük a dalat. Tehát ugye ezeket nem látják, ez a csúnya oldala. De hát nyilván meg kell szokni, mert fel vagyunk gyorsulva, mint a szar. Muszáj. Hát igen. Mindenki. Mondjuk, ha meg valaki panaszkodik, mint most például a korona alatt rengeteg előadó volt, aki elmondta, hogy ez így nem jó helyzet, meg stb. És nem is magukra gondolnak igazából, hanem mondjuk a háttér staffra, a hangmérnökre, a ródokra, és rengeteg ember kommentelt ugye Facebookon, hogy hát menjen vissza kapálni, meg hogy csinálja ezt, csinálja azt, hogy menjen el dolgozni végre, az nagyon... Tehát, hogy nincsenek edukálva amúgy az emberek ilyen téren, hogy nem látnak mögé, hogy egy előadó az mennyi munkát... Én erre annyit tudok az ilyen embereknek mondani, hogy próbálja meg, csinálja meg. Ja. Ha irigyli a Gáspár Lacinak a Lamborghinit, akkor csinálja meg, érted? Hát mindenkinek ott a lehetőség. Valaki él vele, valaki nem. És így utolsó kérdések körül, ha így tervezni kéne 5-10 évre előre, bár nyilván ez az év, ez a tavaly év, hát nem 5-10 tudom, hogy ilyen év, szóval... akkor ugyanígy fogunk ülni. De hogy nyilván nehéz ez. Visszafelé így. Beszélünk. Szóval hogy ez egy olyan év volt, ami megmutatta, hogy rohadtul nem lehet előre tervezni, mert én például tök más csináltam januárban, mint decemberben, szóval így az egész egy év alatt így totál minden átalakult. Ja. De ha itt tényleg kb. Egy nagy vonalak, vagy mit szeretnétek így 5-10 év múlva egy előre láthatólag? Amik ilyen reális dolgok is mondjuk. Saját ház, 2 gyerek, saját full stúdió, addigra már üzletet nyitni a webshopnak, még vagy 2-3 vállalkozás. Ugyanez egy gyerek. Ugyanez egy gyerek. Nem, hát, ja. Hát én mindenképpen zenébe szeretnék tovább menni, jobban kigyúrni a reklámzenei részét, vagy esetleg filmeknek készíteni hanganyagokat, az is nagyon vonz mostanában. És hogyha követni akarnak titeket így platformokon, akkor melyik az, ahol jelenleg most a legaktívabbak vagytok, vagy ahol, de ahol érdemes követni, mert mondjuk a... A fia van Instagramon és Facebookon is. Szerintem Instagram az, ami... Inkább akkor az Insta Pola E. Pola alsó vonal, EY, jó. Ez az oldalunk, kövessétek, megígérjük, hogy mire ezt meghalljátok, meg kibaszott aktívak leszünk. Igen. Jó, de úgyis kint lesznek a linkek amúgy a podcast leírásában. Szóval yes. Mindenki megtalál mindent, és még utolsó záró gondolat, amit bennetek maradt, ha van olyan, vagy valamilyen útra való az embereknek, akik... Most utalásos, vagy készpénzes lesz. Jó. Pisi, nem kell nagyon, nem. Akkor kezdjetek el zenélni, hogyha tényleg érzitek magatokba tehetséget, és ne vegyétek el olyan emberektől, akik erre alkalmasak. Van más, amiben jó lesz el itt, de... Igen. Hogyha már eleve pénzzel kell megvenni a tehetségedet, akkor kár bele pénzt fektetni. Ja, annyi jó dolog van, amiben lehet, hogy ügyesek vagytok. Viccelek, nem? De amúgy meg mindenkinek annyit mondok, hogy azt csináld, amit szeretnél, amit akarsz, hallgass a szívedre, szarjál le mindenkit, bekaphatja mindenki, a sok rossz akaró is. Csak csináld azt, amit szeretnél. Peace. Ja, ennyi. Ez nagyon jó záró gondolatok voltak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok. Mi köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen, Viktorunk. És majd egyszer valamikor, hát ha összeülünk még egy ilyen legyen. Újraértékelő. Most jön valami outro zene? Nem, most majd... Blue Ocean. Még én elköszönök, szóval. Podcast. Kék óceán. A mikrofon mögött. Szabó Viktor. Blue Ocean. A mai vendégek a Pola formáció. Tóth Marci. És Pribászki Norbi. Blue Ocean. Blue Ocean. You always
Várjál, hogy kell mondani? Angolul? Angolul Blue Ocean. Nem, hogy, nézem, hogy, hogy csak ezt hallgass, hagyjuk. Jó, tudunk amúgy angolul. Blue Ocean. Köszönjük szépen a lehetőséget. Csak igazi mai podcast megy. Podcast. Ja, köszönjük szépen. Jó, köszönjük szépen. Sziasztok. Pop, pop. Sziasztok.